És ugyanezt a szituációt le tudom másolni, hogy meg tudjam oldani majd a hetedik feladatot is. Tehát itt lesz a hetedik feladat. A hetedik feladatban a következő szituációnk van. Mennyi időre kapunk, tehát most az idő az, ami szerepel, és az, amit keresnünk kell, az a 4000 dinár kamatot. Tehát most a 4000 dinár kamat fog, az, amit mi ugye próbálgatással meg kell, hogy kapjunk, és az idő az, amit nekünk próbálgatni kell. Viszont még egy dolgot tudunk, hogy 15%-os kamatláb van, és 20000 dinár tettünk letétbe. Tehát letétbe helyezett összeg az 20000 dinár, és 15%-os kamatláb található. És ugye addig kell próbálgatnunk, amíg a 4000 dináros kamatot meg nem kapjuk. Tehát hány hónapra kell lekötni? Hát ugye láthatjuk, hogy a 30 hónap az most eléggé sok, próbáljuk meg egy kicsit kisebbre venni, 10 hónap, az pedig kevés, 15 hónap, ops, még egy picivel, 16 hónap, és íme pontosan meg is kaptuk, tehát 16 hónap után az adott paraméterekre kapunk majd 4000 dinár kamatot. Próbáljuk meg ugyanezt a kamatos kamatszámítás esetében is kicserélni, tehát 20000 a letét lekötött összeg, 15%, és ugye a 16 hónapra lehet látni, hogy hát itt már ugye több lesz a kamat, ez természetes, tehát nem kell 16 hónap. Próbáljuk meg akkor, hogyha csak 15 hónapot veszek, ugye akkor már 4096. Nézzük meg, hogy elegendő lenne 14 hónapig lekötni. Hát 14 hónap után még nem kapnánk 4000-et, tehát akkor muszáj még egy picivel bent hagyni, tehát 15 hónapnyi idő után lenne meg a 4000, sőt még egy picivel több is most ebben az esetben. Tehát a hónapokat mindig fölfelé kerekítjük, tehát mindig akkor tovább tartsuk bent azért, hogy megkapjuk azt az összeget. Íme, tehát a kamatos kamatszámítás, illetve az egyszerű kamatszámítás módszerével megoldottuk az 5., 6. és a 7. feladatunkat.